Fél évszázad elmúltával immár talán megismerhetővé vált az 1956-os forradalom minden jelentősebb részlete. A lelki mozgatórugókról azonban még mindig keveset tudunk. Filmünk arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként vettek részt keresztény emberek és egyházak az események sodrában. Azaz, mit nevezhetünk a forradalom hitének? Csodálatos nap ez, amire nem lehet ráfogni, hogy bármilyen előélete volt. Ez egy jelenség, ez egy gyönyörű, szép, a léleknek a kiáradása volt. Ez a nemzetnek egy olyan szent pillanata, ami nem tudom, volt-e azóta, lesz-e azután, mint a gejzír, amikor hát zúg az a víz. Annyira egy volt akkor a nemzet, és nem volt manipulálva a nép, itt mindenki egyet akart. Munkás, értelmiségi, boldog volt, mint mikor kijön valaki egy barlangból. Egymást ölelték az emberek, és a szeretet az, ami átárat. Egy kárpátaljai származású, de a világháború vége óta Budapesten, Kőbányán élő fiatal mérnök, Kincler Gyula, nyakában két fényképezőgéppel élte át a forradalmat. Évtizedeken át rejtegetett felvételei csak a közelmúltban kerültek napvilágra. Nagyon érdekes dolog az, hogy tulajdonképpen Gyuszi nem volt egy hivatásos fotós, és állítólag ezek a képek nagyon jól sikerültek, és az én véleményem az, hogy valahogy ő ezzel azonosult, ez mindazzal, ami történt a forradalommal, és úgy tudta megragadni a megfelelő pillanatokat, amit ő is átélt. És ezért sikerültek ezek a képek, leginkább a pesti srác. Ez kiemelkedő, szép kép, egy nyugalmi helyzetet ábrázol. Fent ez a nagyon szép szőke fiú, és lent az emberek körülvesznek egy orosz tankot. Nem tudtunk arról, hogy ő filmet készít, és ennek hiteles dokumentum anyaga van. Én tavaly szembesültem ezzel, és megértem őt, mert ő vigyázott azokra, akik rajta voltak a képeken. Nagy pénzt kaphatott volna egyébként, ha beszolgáltatja, mert kihirdették, hogy szolgáltassák be. Hogyan rejtegette a képeket? Hát ezt utólag tudtuk meg. Van egy régi szekrényünk, és nyilván, amikor nem tudtuk, akkor alá feküdt, és fölszurkálta, és mi ott jöttünk, mentünk, takarítottunk, és nem tudtuk, hogy milyen kincsek rejtőznek a bútor alatt. A kommunista államhatalom egyik legfőbb ellenségének az egyházakat tekintette. Azok működését ezért súlyosan korlátozta. Az 50-es években azonban jelentős változások élelődtek mindenhol, így az evangélikus egyházban is. Két évvel a forradalom előtt egy dunántúli kis gyülekezetbe kerültem, Csöglére, és több társammal együtt, akik az evangelizáció emberei voltak, és részben osztályidegennek is minősültek, szomorúan láttuk, hogy az igazi tisztelt püspökeink, azok mind hidegre vannak téve. Tehát Győrben, Turóczi Zoltán, Balassagyarmaton, bár szolgálatot, de nem püspöki minőségben, Szabó József, és hát Budai otthonában Ordas Lajos. Amikor 56-ban egy igazán jelentős gyűlésre összejöhettünk, ez volt egy jóformán fél évvel a forradalom előtt, még nem tudtuk, hogy mi lesz, csak éreztük, hogy itt valami a levegőben van. Már akkor egyre inkább arra tendált a helyzet, hogy tarthatatlan, hogy az az Ordas Lajos, akit elítéltek és törvénytelenül ítéltek el, és az egész egyházi közvélemény mellette volt, és kellett, hogy valami történjen,
akkor mi, akik összejöttünk Nagybarátiban, körülbelül 12-en, most már én vagyok a egyedüli élő tagja, többiek éppen az elmúlt esztendőben már az utolsó lelkész testvér is örök otthonba költözött. No, ez az együttlét azért lett jelentős a forradalom számára is, mert ott megfogalmaztunk 7 olyan pontot, amelyiket elő akartunk terjeszteni az elnökségnek. 4 nappal a forradalom kitörése előtt került sor arra, hogy ez a nagybaráti találkozón résztvevő 12 ember írásban is és személyes megjelenésével a püspökök elé terjessze a maga 7 pontos javaslatát. Az evangélikus teológus hallgatók diákotthona az Üllői út 24-ben volt, vagyis alig néhány száz méterre a forradalom olyan, immár legendás helyszíneitől, mint a rádió vagy a Corvin köz. Sok mindent hallottunk. A Petőfi körről, az írók szövetségnek az előadásairól, illetve dolgairól, de sokkal jobban érintett és izgatott bennünket az, ami az egyházunkban történt. Jött a hír, hogy Balikó Zoltán visszakapta a szószéket, Ordas Lajos is prédikált, és ott voltunk akkor, amikor a Budahegyvidéken, Zsufolt templomban elmondta az első igehirdetését, hosszú évek után, a börtönévek, a félreállítás, a megkurcoltatás után. Ő volt rám, amikor senki ember kezét megfogni nem tudta, ahol mindenki más elhagyott. Amikor kétségek között voltam, és a félelem remegtette meg a lelkemet két erős karjába fölvett, zúgó vizek árnya fölött, keskeny balon, határozott léptekkel átvitt az új életkezdésnek a partjára. Az ő ajkáról hallottam sötét, fekete éjszakát, a hajnal virradásnak az üzenetét. Ilyen nagy volt az én megváltó uramnak a szerelme. Így közelített október 23-a. Ami új volt, hogy egyetemisták kerestek meg bennünket. Bejöttek a kapun, és azt mondták, hogy ugye ti is egyetemisták vagytok, és magyarok. 23-án tüntetés lesz, ott a helyetek. És a szomszédos orvostudományi egyetemnek, a klinikának az udvarán találkoztunk, és álltunk be a sorba. Néhány sor orvostanhallgató, és néhány sor egymásba karolt teológus. Követelte a ifjúság, hogy hát menjünk a parlament elé, közben ilyen csodálatos szövegek jöttek, azt kérdezik Pesten, Budán, hová lett a magyar urán, gyűsd a vasat és a fémet, Sztálin szobrot add a méhnek, meg hasonló ilyen millió szöveg volt, és aztán megérkeztünk a parlament elé, és a parlamentnél hát már óriási tömeg volt, mert máshonnan is érkeztek, nem csak ez a mi felvonuló csoportunk, de hát ez volt a zöme mondjuk azért, és hát Nagy Imrét vártuk. Hosszú küzdelem után végre megjelent Nagy Imre, hát az első szavai megdöbbenést okoztak, de aztán mondták ott többen, valószínűleg mögötte ott vannak a fegyveresek, és nem tud mit mondani. Közben az ifjúság zöme az arról beszélt, hogy mivel megszületett a 12 pont a 1848-49-nek a mintájára, hogy a szikranyomdába menjünk és nyomtassuk ki a pontokat. Majd onnan egy része a társaságnak tovább ment a Magyar Rádióhoz. Na, a teológus társaimmal együtt mi is ehhez a társasághoz csatlakoztunk, ugyanis azt mondtuk, hát az olyan közel van már a Üllői út 24-es diákotthonunkhoz, hogy legalább akkor meg tudjuk nézni, hogy bent mi újság van a diákotthonban. A kommunikáció is nagyon nehézkes volt, vagy leginkább semmilyen, mert professzorainkkal nem tudtuk tartani a kapcsolatot, a telefonvonalakkal nagy gond volt, nem tudtunk érintkezni.
Két nappal később édesanyám látogatott meg bennünket, hozott valami hazait, de fontosabb volt az, amit mondott. Meg kellett ígérnem apátoknak, hogy nem hívlak, nem viszlek haza benneteket, itt a helyetek. Az, amit most történik, az történelem. Ebben részt kell vennetek. Értesítést kaptam arról, hogy az édesapám meg az a húgom nem tudtak kenyérhez jutni, és abban az időben nagyon nehéz sorbaállásokkal kellett lenni, és akkor elhatároztam, hogy én elmegyek, megpróbálom, a Vörösmarty utcában laktunk, és el is mentem. Az Oktogonon óriási meglepetés ért, ott hatalmas persejek voltak, betört kirakat üveg, a kirakatban minden úgy volt, ahogy hagyták, nem vittek el semmit, sőt, itt a helyzet az, hogy gyűltek a 100 forintosok, ami nagy pénz volt akkor, és senki nem nyúlt hozzá semmihez. Minden este a pincében, ahol a harcok miatt meghúzódtunk, áhítatot tartottunk. Nagyszerű élménye volt mindannyiunknak az, amikor felváltva tartottuk a bibliolvasó útmutató napi igéje alapján az áhítatokat, hogy a legtöbb ige arról szólt, hogy van megújulás, van bocsánat a múltra, hogy egymásnak kezet kell nyújtanunk, és valami egészen új, valami egészen nagyszerű idő kezdődik. Nagyon szép volt újból, tisztán, egyszerűen, gyűlölet nélkül magyarnak lenni, a magyar kultúrát magunkénak érezni, hogy a magyar zászló egyedül lenget. Még csak nem is arra gondolok, hogy ki volt vágva. Persze, ez természetes, de egyedül lengett, és nem lengett mellette semmi, ami el akarta folytani. A himnuszt énekeltük, és én egyet tudok mondani, most sok mindent beszélnek arról, hogy lehet felemelni ezt az országot. Csak pénzügyileg, gazdaságilag? De mi lesz, ha egy beteg nép áll már itt, lelkileg beteg? Én 5 himnuszt ismerek, szövegével, dallamával együtt. És nagyon szép himnuszok. De mondhatom neked, olyan szép nincs. Én megtanultam abban 6 évben, míg magyarok voltunk felvidéken, vigyázállásba. Öreg vagyok, lehet, hogy nem tudok állni a padba, de vigyázállásba éneklem. És ha lehetne, én sírni tudnék. Nem azért, mert magyarkodunk, hanem a világ összes népe között nincs még egy olyan nép, amelyik imádkozik, amikor himnusz énekel, dicsekszik, Deutschland über alles, vagy a maga nagyszerűségét, vagy harcra hív föl. De az az erkölcsi mélység, hogy leborulni, bűnt vallani, hibáztunk, önfiunk ellen harcoltunk, és voltunk nemzetünk hangbedre, de könyörül rajtunk Istenünk. Itt felemelkedés nem csak a gazdasági, hanem lelkileg akkor lesz, ha himnuszt hitből tudjuk énekelni. Hát nekem ezt adta a forradalom, és máig is nagyon nagyot ad, és tisztelgek azok előtt, akik valami ilyet éreztek át, és szenvedtek, és meghaltak. Mi dolga volt a teológusoknak? Érkeztek a külföldi segélyszállítmányok, és mentünk a teherpályaudvarra, pakoltuk a nagy bálákat a teherautókra, a teherautókról az üllőt 24 raktáraiba. Aztán, amikor élelmiszer szállítmány érkezett, és a legtöbbet szenvedett kerület, a Józsefváros és a Ferencváros evangélikusai is megkapták az értesítést, hogy egy-egy élelmiszer csomagot a család létszámának megfelelően kaphatnak, akkor segítettünk ezt porciózni, szétosztani. Üzentek a klinikáról. Gyertek teológusok, vérre van szükség, és mentünk vért adni. És
az is magától értődő volt abban a helyzetben, hogy az egyik hordágyon ott feküdt a teológus, aki adta a vért, és a másikon egy orosz katona, egy sebesült szovjet katona, akinek pedig vérre volt szüksége. Én is mentem a többiekkel együtt, hogy szerezzünk a Sztálin szoborból egy darabot, mert itt történt meg az, hogy a Sztálin szobrot, amit ledöntöttek, ugye, és csizmatérnek nevezték el utána, mert a lábánál vágták el, ugye, a csizmánál hegesztőpisztolyjal, ezt a szobrot behúzták oda a Kőrút és a Rákóczi út sarkára. Na, én is ott működtem, Pécsi Sándornak nagy szerencséje volt, mert az egész jobb karját megszerezte a Sztálin elvtársnak, hát nekünk örültünk, ha egy kis darab jutott, és ekkor kellett menekülni, mert mondták, hogy a keleti felől jönnek a tankok, páncélautók, minden. Egyszer csak kiszaladt egy kislány, aki hát úgy szerintem olyan 14 évnél nem volt idősebb, és akkor kérem szépen molotov koktélt bedobta a páncélautóba, hát az természetesen végzett ott mindenkivel. Igen, de vele is végeztek, mert a mögötte jövő páncélautóból egy géppuska sortűzzel szinte elfelezték a kislányt. Dr. Vető Lajos és Dr. Dezséri László evangélikus püspökök püspöki tisztikről lemondtak. Az illetékes egyházi hatóságok döntéséig semmiféle egyházi szolgálatot nem végeznek. Az Evangélikus Egyházegyetem és a Déli Evangélikus Egyházkerület vezetését Dr. Ordas Lajos püspök vette át. Nagyon örültünk annak, hogy Ordas püspök visszajöhetett, és az északi kerület Vető Lajos helyett megválaszthatta Túróczi Zoltán. Október 31-én ott voltunk a Deák téren, amikor szintén Ordas püspök prédikált, aki arról beszélt, hogy Jézus Krisztus evangéliuma a nehéz helyzetben is fontos, nélkülözhetetlen és első, eligazító, fontos mondata, illetve mondani valója a kereszténységnek. Tengernyi bűne van a magyarságnak, de még nagyobb az Isten kegyelmének a tengere. Egymásnak bocsánatot kell adnunk, egymástól bocsánatot kell kérnünk, és meg kell fognunk egymás kezét. Az evangélikus püspöki hivatal a következő nyilatkozatot adta ki. Mi budapesti evangélikus lelkészek, teológiai tanárok és teológiai hallgatók az evangélikus egyház tanításához és hagyományaihoz híven teljes szívvel azonosítjuk magunkat a magyar nép hősies szabadságharcával, amelyet hazánk függetlenségéért vív. Örömmel vesszük tudomásul, hogy népünk szabad választásokon dönthet életformája felől. Kegyelettel emlékezünk meg a szabadságharc áldozatairól. A fájdalmas sebeket a szeretet cselekedeteivel és Isten igéjének hirdetésével igyekszünk gyógyítani. Nagy örömünk volt részben az a szózat, amit Ordas püspök mondott a rádióban, amelyben nem a bosszúállás és nem a sértődöttség, hanem inkább a lelkipásztori hang dominált, és az, hogy mit szeretne az egyház és az egész nép érdekében tenni. Tehát olyan volt, amit nemzetközileg is nagyon nagyra értékeltek. Ő amúgy is rengeteg nemzetközi összeköttetéssel rendelkezett még püspökségének a kezdetétől fogva, és ennek hatására azután nagyon sok külföldi segély is érkezett azoknak a megsegítésére, akik hát hűségesen kiálltak a legnagyobb nehézségek, kitelepítés meg egyéb idején. Kértek 4 teológust, aki elmegy majd a Király utca 8-ba, ahol egy villamos remiz volt, kiderült, hogy a Magyar Vöröskereszt fogadja azokat az adományokat, amiket a nagy
1954-es árvíz részére gyűjtöttek a magyarok megsegítésére, és Rákosi elvtárs azt mondta, hogy nincs szükségünk könyöradományra, adják a nyugatnémet munkanélkülieknek. Na most azt a mennyiségű rengeteg minden összegyűlt, az ott maradt Bécsbe, és amikor szabaddá vált a helyzet, és Király Béla megszervezte a nemzetőrséget, akkor már is indították az első szállítmányokat onnan későn este Szokottnál, későbben érkezett meg a százados úr, és mondta, hogy gyerekek, most ezt a kocsit nem kell lerakni, ezt nem, azonnal menjetek haza, mert a szovjetek jönnek Budapest felé. Hát ez éjjel volt már, és akkor mi elhatároztuk, hogy megyünk, megpróbáljuk a legrövidebb úton elérni a teológiai diákotthonunkat. Az ülőjúton minden zárva volt, hát érthető módon minden. Hát a Szent Király utcai oldalról, mi az is egyházi épület volt, hát ilyen cserkész mozdulatokkal, ahogy szoktuk, egymást segítettük, betörtük az ablaküvegeket, és úgy mentünk be a diákotthonba. Na ott, ez ugye hajnalban volt tulajdonképpen már, illetve hát éjjel, a kollégám azt mondta, ne menjünk abba a szénpor bele a pincéját, a levegőt se lehet venni, hát nem aludtunk 4 napig, menjünk föl, menjünk a belső helységbe, az udvari oldalra, hát oda csak nem lövik át addig a falat. Hát ez így volt igaz egy pillanatig, el is aludtunk, én kevésbé vagyok, úgy látszik, jó alvó, mint a kollégám volt, mert egy hatalmas nagy robbanásra ébredtem, és azt láttam, hogy a kollégám fölemelkedik a levegőbe, visszaesik, és az igazak álmát aludta. Ezután persze én fölkeltettem, na és mondtam, hogy mi a helyzet, akkor tudomásul vette, és rohantunk le a pincébe. November 4-én ágyúropogásra és becsapódások hangjára, robbanásokra ébredtünk, szintén hajnalban. Közelben volt a laktanya, az Ülőt 24 és a Nagykörút sarkán a későbbi Maléter laktanya. És egészen biztosan, ha kettőnk között nem az orvosi egyetem, illetve a klinika tömbje van, akkor arrafelé is húzódtak volna harcok, és akkor valószínűleg sokkal több áldozata lett volna egyházi részről is 56 októberének. A forradalom leverése után jó egy esztendőn keresztül még lényegében szabadon működhetett az evangélikus egyház Ordas Lajos és Túróczi Zoltán vezetésével. 1957 őszén azonban az egyházat is elérte a visszarendeződés. Többen börtönbe kerültek, mások pedig állásukat veszítették el a forradalom melletti állásfoglalásaik miatt. A forradalom utáni évek voltak az egész egyházunk számára a legnehezebb, és minden lelkész és minden világi számára felejthetetlenül szomorú, bosszú időszak. Pontosan az a tanári kar, amelyik szintén kiállt teljes szélességgel, és a hallgatóság is, hogy evangélius életben is megjelent, és Keken Andrásnak egy nagyszerű cikke jelent meg az evangélius életben, hogy együtt az egyház népével. Hát ennek a bosszúja azután elérte a legjobb professzoraimat, akiket én nagyon szerettem, Sólyom Jenőt, Vici Ándezsőt, Kardner Károlyt, ezeket nagyon hamar menesztették, úgyhogy bizony a forradalom pillanatnyi öröme után annál szomorúbb volt az a retorzió, amelyik azután a 57-58-as években bekövetkezett. Jó páran, hát végső fokon elhagyták az országot, úgyhogy nagyon kevesen maradtunk. Na most ebből a kevésből pedig még az akkori, hát Kádár rendszernek az emberei egy nagy szűrést csinálnak, és sok társunkat kizárták a teológiáról, mint ahogy a püspököket, ugye Túróczi Zoltánt, Ordas Lajost, hát akik ugyan még tovább szolgálhattak, mert a nemzetközire
közvéleményre nagyon kellett ügyelnie a kormánynak, annak ellenére, ugye, hogy a fegyverek itt vannak a szovjet csapatok révén, de azért erre vigyáztak, így például Ordas Lajos, ugye csak jóval egy év után kellett, hogy lemondjon a püspökségről, de Túróczi Zoltánnak már előbb kellett lemondania. 58 után a teológián is éreztük ezt az állandó nyomást a lelkészi karban. Hiába volt az emigráció több tagjának Magyarországról kiment diszidált néhány lelkésznek a segítsége, például Szépfalusi István, vagy Pátkai Róbert, vagy Glaci József, Gémes István, sokat próbáltak segíteni. Volt egy nagyon kedves laikus házaspár, Mária Kegár és felesége, akik rengeteg csomagot küldtek azoknak a gyülekezeteknek, nem csak lelkészeknek, de gyülekezeti tagoknak, akik hűségesen kiálltak a forradalom idején, Ordos püspök mellett és a szabadság mellett. Tehát volt egy ilyen föld alatti egyház, és így a dezséri visszajövetele, illetőleg egynapos visszajövetele után következett megint egy olyan korszak, amely az már a kárdi korszakhoz vezetett. Az az egység, az a mindenben egyetakarás, ami 56 néhány napját, októberének néhány napját jellemezte. Én azt hiszem, ez a mai nap is még hiányzik. Nem tudunk azzal a bizalommal, szeretettel, egyetértéssel egymásra nézni, ahogyan ez annak idején történt. Lehet, hogy ez ítélet rajtunk. Minden esetre rászorulunk az Úristen irgalmas szeretetére. Ez a nép sose volt gyűlölködő. Ez a nép, ez akkor indult el, mikor rávették arra, hogy gyűlölni kell a bankárt, a értelmiségit, a papot, és a gyűlöletnek a szelleme, és még valami, ami akkor indult el, ezt én magam láttam, erre engem nem tanított senki, az alkoholizmus. Ez a nép nem alkoholizált. Itt kis kocsmák voltak, de nem volt a gyárak előtt egy ilyen pult, ahol a vodkát adták. Itt adták ezt a népet, és minden tekintetben egy leépült népet akartak, amelyet bánni lehet. És ezt én nagyon tragikusnak, ezt én akkor éreztem meg, és arra gondoltam, mi lesz ezekből, hogyha megnőnek ezek a gyerekek. Bocsáss meg, hogy ezt én most így magamból kiadtam, de ez az én tapasztalatom a forradal, az előzményekről, és hogy miért pattant vagy ömlött ki az emberek lelkéből ez, hogy elég. Elég valamit, mást akarunk most már.